A műben elhangzott dalokat szereplők saját hangukon szólaltatják meg. Szereplők: Nagy Attila Tamás, Gombár Ágnes, Farga Attila, Péceli Alexandra, Szabó Réka, Ludnik Dániel, Horváth Kinga, Muri Attila, Bordás Anasztázia, Rikó Mária, Baranyi Tibor, Németh Péter, Caga Gabriella, Muri Eszter, Nagy Ferenc és Muri Emese. A darabot rendezte Muri Emese. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel. Egyenlően folyton belekötöttek a katonaságba.
kevésség tudtál hozzászólni, ha jól sejtem. Tudtam. Ha. Szeretni még nem tanultak meg. De gyűlölni igen, volt ki. Ott voltak az oroszok. Oroszok. Ritkán látom. De ha igen, nagyon fél. Legfőképpen a herceg, aki elegáns, mosolyos és kegyetlen. Thank you.
az egyetlen, akinek lehetősége volt arra, hogy nagyobb baj ne legyen. Hát, jól hallom, akkor a pásztor szövetséget köt a farkassal. Én csak meg akartam óvni ezeket a féktelen sokatokat bármikát. Aztán jött az a bár. Mindenki jelmezte. A katonák is. Aztán... Let us
látunk más, csak a végső csapás, az utolsó rém szívdombban ás. A szívünk, a sorsunk, az élet, a vér, ki bánja, hogy a végén annyi mennyit ér. Egy édes kis dallam, egy régi lemez, Moszkvába oly sokszor hallgattuk ezt. Anyácskám ezerszer dúdolta ezt, de hiába csak szédülj, csak fordulj, csak tévedjünk el. Csókolj meg újra, soha ne engedj el. A szívünk, a sorsunk, az élet szavér, kívánja a végén. Jöjj, ide gyere, angyal, csillag, ide bújj le, szép szemeide mátó, fénynek bújj le. Ha most túl sok a szív szó, nem ennyire csalni, amit mond csak a mennyi, magad is bírnál meg. Akarlak téged, én úgy, ahogy az ember elni akarhat. Nem tudom én, hogy a boldog minket merre talál meg, de arra, amit most érzek, őszintén szó nem felelhet. Csendülnél rám, nem törvény. Yeah.
próbáltam lecsillapítani a vihart, aztán amikor végig csöpött rajtunk, akkor én ijedtem meg a legjobban. Csak azon járt az eszem, hogy hogy lehet ezt az egészet túlélni, vagy megúszni. Megúszni? Miből gondolod, hogy meg akart átúszni? Őt meg akarták élni a szabadságot, a szenvedélyt, a forradalmat. A szabadságot keresték, mert azzal még életükben nem találkoztak. Na, meg a szerelmet, nem te mondtad ezt? Keresték, és meg is találták. Jézus Mária, Lóvé! Nem az fővére! Medve Vidal. Tudom. Medve Laci. Isten. Én meg lelőttem. Nem akarok tudni! Nem akarok tudni semmit. Miért nem apát az ember? Ott kerestenek először. Megtalálnak és megölnének rögtön. A plébániában nem jöhetnek, valaki már életben a figyelteti. Mit csinálhat veletek? Az altemban. Igen, az altemban maradtam a helyre, amikor pár napig hozok majd valami kokócot, valami meleg vizet és oldal kenőt is. Apa azt mondja, hogy hideg jobban érte. Tiszteltetem az édesapját kisasszonyt, és soha is nem értem az ilyesmihez. Mi történik velünk, Tiszi? Én nem akartam, én csak őt. Én csak vele. Menjetek ott a lépcsőn. Maga mit tett volna a helyen? Azt mondtam, menjetek! Így van, mi lesz, ezek az első pára felvárt. Hiszen nem csináltam semmit.
Adjon össze minket, akkor már nem azt mondja, hogy lány, és hozzunk őt feleségből, akkor már nem láthatják, hogy igaz. Nyugodj meg, gyermekem, gondolkozz. Jó, hát gondoltad ezt? Más nem csinálom, mint hogy értem, csak gondolkodom. Lányom? Na jó, holnap visszajövök benneteket. Thank you.
hogy hazajöttek hozzád, s tudnék, ha is lehetnél. Gondold meg, ki az, aki számít, ki az, aki szeret. Túrja a földet, süti a kenyeredet, fűti a gyárat, veti az ágyat, és álmokat álmodik. Bátor álmokat rólad. Maradj hűséges a földhöz, maradj büszke, egyenes bátor, maradj tiszta, romlatlan élet, s ne fordulj, ne fordulj. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Uram, lásd, hallgat a szív.
felajánlottam az életem cserébe ért, de ő nem fogadta el. Miért nem én engem büntetett helyett? Fogadd el, mert más volt a szándéka veled. Istenem, olyan fiatalok voltak. A hősöket jelöletlen sírba kaparták. Nem tudtuk, hová letenni az emlékezés virágot. Hát... Thank you.